Na, kijöttünk a fürdőből, és most elindultunk vacizni, azért ilyen rossz a kép, mert közben ránk esteledett már bőven. Nem is tudom, ilyen fél hét körül lehet mindjárt az idő. Én elindultam a csapat nagy részével, itt van velem Ofi, itt van velem Kornél, Ábris és Danika és Tizi. És Joel elment lepakolni a fürdős cuccainkat a szobába, meg az autóba Rózival, meg Jonival, mert sajnos a holnapi napon már nem leszünk itt. Ez volt az utolsó napunk az egész nap, úgyhogy megyünk vacsizni, és ott nagyon szép felvételeket fogunk nektek csinálni nyárcsorgatás. Én már nagyon éhes vagyok. Én is. Nyárcsorgatás szempontjából jó lesz. Minden gyönyörűen fel van díszítve, karácsonyi hangulatba kerültünk már többször is. Nézzétek meg, a fák is milyen szép díszt kaptak, és mindjárt megmutatom, hogy milyen menőn néz ki az étterem, ahol vacsizni szoktunk így este. Na hát erről beszélek, szép kivilágított úton megyünk most már, és ott van a távolban a gyönyörű szép étterem. És mindenki szívét éri ott. Jaj, de ijesztőek vagytok. Gyere, Ábris, menjünk tovább. És ahogy mentünk tovább, ideértünk a lovagi teremhez. Nagyon tetszik, hogy ilyen színváltós, ezzel kedveznek a családosoknak, a gyerekek oda vannak érte meg vissza, és akkor látjátok néha, hogy elalszik a lámpa, amúgy szól nagyon jó zene is mellette, és hát a kőoroszlán az egy kihagyhatatlan kellék. Az ajtón áll Rófi. Jövünk! És hát akkor hadd mutassam meg nektek egy kicsit, hogy hogy néz ki igazából ez a lovagi terem. Gyönyörű szép kőoszlopok vannak, a plafon az csodálatosan fel volt díszítve. Ez sejem, textília, képzeljétek el a plafonon, gyönyörű szép. Oldalt freskók vannak mindenhol, jó, van egy pár, ami nem túl gyerekbarát freskó, ilyen hiányos öltözetű hölgyek és a többi, de ezt leszámítva nagyon szép. Az ételek, ezek már fogyóban vannak idézőjelben, a desszerteket ezért nem is videóztam le, mert azok totálisan elfogytak. Ez már a vacsorázásnak a vége volt, de amint látjátok, elég nagy a kínálat, és akkor én itt most bejövök egy ilyen különálló terembe, ez is ilyen 12 pluszos, főként inkább pároknak, itt is van külön bor, majd meglátjátok, odakint is van. Ez most üres volt, mert most már tényleg a zárás előtt voltunk, itt egy gyönyörű szép karácsonyfa, itt is nagyon szép freskó a falon, itt lehet sört inni, mindenféle szekszárdi és környékbeli borválogatás az fizetős, viszont ez, ami itt van ezekben a hordókban, ez beletartozik az árba. Ezek a pécsi rizlingek, a kedvenceink, főleg a mézes, illetve ha értetek finom vörös bort, de jóságos ég, ez a tolnai vörös küvé isteni finom. Aztán itt van kettő ilyen digitális üdítőadagoló plusz a szénsavas ücsik, és hát igen, gyönyörű szép hely. Nagyon ajánlom, mert mind a családok, mind a párok nagyon jól érzik itt magukat. Itt pedig egy kedves kis hóember házas pár, és ahogy kiérünk, itt még egy kicsit nézünk. Oroszlán Bendi. Na most mondd, mert az előbb még nem hallottuk ám. Jövünk a játékterembe. Tíze, van még erőd játéktermezni? Jó, ezt igennek veszem. Átmegyünk a hídon, nézzetek meg. A hídon, bejövünk a várba, és ha aki nem maradt le a tavalyi videómra, az emlékszik. Hello, szia! Hogy megjöttünk, az... Árkétterembe! Tizi már is megtalálta a játékteremnek az ékességét, ezt a gyönyörű kis kandallót, ahol mindenféle manók, ajándékok vannak, és már meg is találta magának az ajándékot. Tirza, kérem szépen, nem rontjuk el a dekorációt, jó? Keljél fel, mert azért a kő az hideg, szívem. Kérem szépen, Tizi, kérem szépen. Köszönöm. Na gyere, menjünk, nézzük meg, mit csinálnak a többiek, jó? Gyere! Tizike!
Tizike már ki is szűrte, szúrta, bocsánat, hogy Joey-k itt dobálóznak. Az igen, Cornéllal kosaraznak. Hello! Mit nyomtok, fiúk? Nyomatják ám. Cornél, nagyon ügyes vagy! Asztal! Mit szólsz, Tizi? Jaj! Semmi baj, Cornél! Nyomjad, dobjad! Asztal! Az igen! Az igen! Tíza is becsatlakozik, fiúk! Jön a Tizi is! Figyelek, apa! Hűha! Dobja, Tizi, dobjad! És kosár! Nagyon durva! Ügyes vagy! Megnézzük a többieket is, hogy mit csinálnak. Itt, ahogy jövünk befelé, amúgy nagyon érdekes, nagyon szépen meg vannak csinálva, én asztalok, ahova ki lehet ülni. Itt is van egy bárpult. Látjátok, milyen masszív, stabil asztalok, még le is vannak lapozva. Itt aztán lehet jókat beszélgetni, enni, inni, de inkább inni. Ez itt végig így megy, és akkor itt van a bowling pálya, és képzeljétek el. Szokásunkhoz hülyen most csak foglaltunk, és fullos, úgyhogy sajnos most este is kimarad a bowlingozás, de ami késik, nem múlik. Hát majd lehet, hogy jövőre befizetünk egyre, de hát nyilván tudunk ott helyben is, ahol lakunk, de azért itt is biztos nagyon feeling lehet. És itt a túloldalon is le lehet ülni. Ott van egy, nem is tudom milyen gép, azt majd mindjárt megnézzük. Itt léghokiznak, itt van valami arcade, ilyen evezős gép, és ott is le lehet ülni, mindjárt mutatom nektek. De először megmutatom nektek ezt az autós versenyzős játékot, a régi idők jutnak róla eszembe, amikor a Balcsin, illetve Olaszországban versenyeztem az öcsémmel. Aztán a Terminator Salvation-nek egy nagyon menő játéka. Joe tegnap előtt játszott is az apukájával. Egy valakpénzt elvert. Ma nem akarsz? Egy kis zsetont? Ma már nem. Ma már más üzemmódban vagyunk. Látjátok, kettő játékos van. Ketten tudják játszani. Ilyen angol szájvesztárgyom. Ennyi. Nagyon menő. Azt mondtam pont a többieknek, hogy eszembe jut erről a régi szép idő, amikor a Balatonon nyomadtuk a... Balatonon, de jó is volt. Sega Rally, House of the Dead. Jó is volt. Ott egy kicsit több arcade gép volt. Igen, mert szeles játéknak vannak szeles játéknak minősítve. Igen, sajnos. Pedig vegyétek le a listáról őket. Ennyi. Pedig milyen feeling. Nagyon. Főleg az a Terminátor fej ott fönt, ez nagyon félelmetes. Na menjünk tovább, nézzük meg a többi gépet. Egy klasszik csocsó. Nagyon szeretjük. Aztán ez a vízi játék, ez nagyon izgis, mikor kicsi voltam jetski játék, rengeteget játszottam vele Sopronban, ugye én ott éltem Sopronban, és ott aki soproni vagy Sopron környéki, az tudja, hogy ott van a Sopron pláza. Nem tudom, hogy most mi a helyzet, aki Sopronból néz, az írja már meg, hogy van-e még Merkur játékterem a Sopron plázában, mert régen imádtam oda járni, és rengeteg élményem van onnan. Aztán, ami még abszolút kedvenc, az a léghoki. Ábris, szeretsz léghokizni? Nagyon! És jól megy? Igen. Igen? Nagyon menő. Tényleg? Ügyes vagy. Ültess rá valamelyik gyereket. Figyelj,
Hol betöltöd? Akkor most gyorsan váltunk egyet, nagyon elfáradtunk, úgyhogy visszajöttünk a szállásra. Ez a kastélynak a belseje, képzeljétek el, ilyen gyönyörű. Ezen a folyosón kell itt fölmenni majd az emeletre, annyira csodálatosan megcsinálták. Ami a hely érdekessége, hogy ez a kastély, ez itt állt. Tehát emellé és e köré van építve az egész élménybirtok. Ez van az alapja mindennek, és csodálatos módon fel van újítva, nézzétek meg ezeket a tapétákat, stukkókat, függönyöket, tehát nagyon igényesen meg van csinálva. Hát itt is szuper jól éreztük magunkat, azt kell, hogy mondjam, ismételten idén is, és holnap reggel még elviszünk benneteket magunkkal reggelizni, és utána gyakorlatilag végeztünk az idei pihenésünkkel itt Bikalon, de ne csüggedjetek, mert még tervezünk nagyon jó vlogokat, úgyhogy viszlát reggel! Hát jó reggelt! Elérkezett az utolsó napunk. Megyünk reggelizni, mert ma még van nekünk reggelink. És megmutatom nektek, hogy milyen a belül a terem, hogy néz ki. Most hagytuk el amúgy a kastélyt, a főépületet, ahol pihentünk. Megyünk fel a lépcsőn, és ugyanebben az épületben kezdődik a reggeli. És most irány a cél. Vegyük akkor ezt a finom falatokat. Most kihagyom az ilyen vieslis dolgokat, de azért megnézzük, ez a fél kontinentál reggeli. Milyen jó cuccok vannak itt. Minden van kis bab. Kalória szegény bab, bacon, bundi kenyér, kis korvé. Kis mazsolás, tejberizs, tojás, mindenféle. Nagyon finom rántotta. Igen, itt meg ugyanaz a felhúzatlan legyenlőség. Penkék hegyek. Igen, de én most... Középen vannak, itt vannak egyébként a nagyon finom, igen, mindenféle pékáruk, az édestől, a sósonát, vannak fehér kenyér, barna, félbarna, kukoricás. Ez a kedvencel, igaz? Igen, magos zsemlék a túloldalon. Ez egy kukoricás kenyeret, és egy magos zsemlék. Elég guszta és kiadós. Mondjuk lehet, hogy inkább ilyen kis izéba kéne vigyük, nem? Maguknak? Képzeljétek el, még erre is gondoltak, van kisebb és nagyobb kosár is. Na, ezt segítek is, úgyhogy jó, menjünk be fel meg ott a fészhez. Itt egyébként még oldalt van lehetőség tosztolni. Igen. Tosztra van lehetőség. Illetőleg itt vannak a kenyérpirítók. Egy kis gyümölcsös kosár, aki még szeretné ilyesmit. Nagyon sok karácsony dekoráció ajánlom. Mindig egyébként szezonnak megfelelően, ha bár javarészt általában a decemberben jövünk. Beérünk, akkor itt vannak baloldalt a cornflakes-ek, gyerekek kedvencsön. Gyerekeknek, cornflakes-es is. Igen, vannak műanyag cuccok is a babáknak, hogyha esetleg leverik, ne törjön el. Itt vannak a nagyon finom üdítők, vannak szénsavasok is. Kora reggel, aki jó kis kanadrájjal indítaná a napot. Én viszont egy nagyon finom ananászlével indítom a napot. Meg kell nyomnom, és adagolja is, nagyon finom. Amazing! Igen. De most akkor menjünk is tovább, mert nagyon éhes vagyok. Gyerekeket egyébként ilyenkor azt szoktuk csinálni, kiporciózzuk, és akkor nekünk egy kis lélezetni időnk marad. Mindom zöldségét, ez a kedvenc részem. És vigyázzatok, mert a Bikali erős paprika, az valóban erős paprika, tegnap sikor. Lehet, hogy most kihagyom én inkább, mert ez tényleg nagyon erős. De a sima paprikából egy pár darabot viszek, aztán a paradicsomot. Nagyon szeretek, hogy minden nagyon friss, tehát itt még ilyen kásás paradicsommal nem találkoztam. Abszolút. Minden frissen van vágva, szerve még lilahagymát is bevállalok mára. Mondjuk azt a túladalom kellett volna, de nem baj most. Így csak egy ennyit így mutatóba. Igen, tejás rész, kávés rész. Abszolút. Most akarsz? A végén inkább. A végén szeretnék, viszont még szeretnék vinni ilyen felvágott, tehát mindig ezt viszem magammal inkább. Lyukacsos pannónia sajt, úgyhogy ebből viszek többet is. És mivel a gyerekek mindig kérnek a kajámból, mivel nekik nem viszik eleget, ezért inkább viszek neki is már jó előre. Aztán viszek innen egy, nem is tudom ez milyen felvágott, ebből kettő. Olyan mortadellásnak, nem sima sonkának tűnik. Ez egyik kedvenc részem egyébként a túloldalon. A krémek. Van a reggelis rész az ilyen éves szájúaknak.
ezek ilyen gyümölcssaláta, vaníliás krém túrú, natúrjoghurt, vagy mindenféle, de gyerekek, ha értetek jó, ez. Értetek jó tonhal krémet, illetőleg féta krémet, meg a környezet is paradizsán krém is egyében, az kifejezetten ajánlatos. Nagyon jó, sűrű. Nagyon szeretem. Már is mehetünk, csak ezt nem hagyhatom ki. Let's go! Akkor megyünk enni! Illetőleg azoknak, akik valamilyen mentesen esznek, mindenféle diabéteses, illetőleg laktózmentes dolgok is megtaláltok, nagyon lelkiismeretesen ki van mindig készítve, glutén és laktózmentes termékek. Annyit még szerintem mutassuk meg, mivel mi a gyerekes része fogunk ülni, ott azért csinál a pajfelvételt. Ide lépjünk be egy pillanat erejéig, ez egy milyen teremnek van, hogy elkész? Király terem szerintem. Szerintem részére, felettek részére direkt azért, igen, hogy a csendésen, a nyugalom szigete legyen, lehet, hogy egy kicsit inkább ezzel az optikával próbálkozok. Rendkívül hangulatos és nyugalmat árasztó hely, hát. Úgy érzem magamat, mintha visszacsöpennék Sziszi korában komolyan. Annyira szép, nézzük meg a tapétát, a függönyöket, csodálatos. El fogom megtenni a sajtot. Ja. És akkor visszatérünk a megszokott helyünkre. Itt ez egyébként a gyerekeseknek van, képzeljétek el. Van egy középső rész. És konkrétan erre felé van egy hatalmas, kifejezetten családosoknak fenntartott rész, ahol nagyon kényelmesen mindenki tud foglalni, és hát jelen pillanatban itt ülünk mi a kis asztal. Most végeztünk, és megyünk. Tovább állunk, ennyi volt ez a 4 nap 3 éjszakás itt lét, nagyon élveztük, olyannyira, hogy még a hely tulajdonosával is egy nagyon jó beszélgetést tudtunk lebonyolítani. Megmutatom majd az ő általa dedikált és írt könyvet is. És most indulandó, slowduland van, hát tudjátok, két autóval mászkálunk, úgyhogy megyünk is tovább, és ha minden igaz, akkor most Pécsnek vesszük az irányt, ugyanis csodaszép idő van, nincsenek már mínuszok a mai reggelen. Reggel 11 körül van, inkább délelőtt 11, és ezt megragadjuk, ezt a jó alkalmat, iszunk valami finomat ott a főtéren, és sétálunk a skacokkal egyet. És itt a videón végén úgy érzem, hogy kell, hogy bátorítsak itt családokat, kisgyerekeseket, nagyobb gyerekeseket, házaspárokat, kisbabásokat, hogy merjetek kimozdulni tényleg akár egy, akár több gyermekkel, kifizetődő, higgyétek el, és évek múltán fogjátok majd érezni, hogy mennyire jól tettétek, hogy megmertétek lépni, elutaztatok, és együtt voltatok, mert az emlékeknél, és a minőségi időnél, és az élményeknél jobb nincsen. Az ember vehet bármit, látjátok, itt közben bejöttünk Pécsen az Árkádba, mindenféle aranyos cuccot néztünk, vehet az ember bármit, de az élményt azt nem tudja pénzért, és a boldogságot se tudja pénzért megvenni, hogy csak úgy legyen neki, hanem azt át kell élnie. Figyelmetekbe ajánlom a következő játékot, ez is még a Flying Tiger. Na mindegy, szóval értitek, hogy mit mondok? Hogy szeretnélek titeket bátorítani arra, hogy igenis merjetek kimozdulni. Nézzétek meg, lehet ilyen kis pici gyerekekkel is oldani azt, hogy az ember jól érezze magát, shoppingoljon, pihenjen, és minden csak elhatározás kérdése, sok minden a fejben, de annál még több dolog is a szívben dől el, úgyhogy ajánlottam nektek ezt a videót, Bikolt, a Puchner birtokot. Mi pedig találkozzunk a következő videóban, legyetek egészségesek addig is, és szeressétek egymást! Sziasztok!